Ismét megrendezte hagyományos szezonindító ritmikus gimnasztika versenyét az Aranyszalag Pécs RGS-e. Vasárnap már az első osztályú sportolók mutatták be gyakorlataikat. Hanna tavaly a junior együttes kéziszer válogatott tagjaként az Európa-bajnokságon is részt vett. Kettő gyakorlattal fogok indulni, most még készülök buzogánnyal. Ez a gyakorlat nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, úgy gondolom, hogy tudok ennél sokkal jobbat is, de ugye ez most az első verseny az évben, szóval ez még ilyen felkészülési verseny, úgyhogy még tudjuk, hogy mind kell javítani, és reméljük, hogy a következő már jobban fog menni. A lányok a szabályváltozások óta először versenyeztek új gyakorlatsorral. Lovász Luca célja, hogy idén bekerüljön a válogatottba. Két gyakorlatom lesz ma, a labda és a buzogány. A labda nem úgy sikerült, hogy szerettem volna. Sok pontatlan gurítás és dobás volt benne. Nem mondom, hogy azért, mert nem készültem fel jól, egy kicsit túl izgultam ezt a dolgot, de a buzogányra koncentrálok most már. Az Aranyszalag Pécs RGS-e fő profilja a ritmikus gimnasztika, de a látványtáncot is nagyon szeretik a fiatalok. Van olyan versenyző, aki mindkét megmérettetésen elindult hétvégén, de mint Orsi mondja, hozzá közelebb áll a látványtánc. Számomra igazából ez sokkal fontosabb, és igazából nagyon szeretem csinálni, mert nagyon hangulatosak a versenyek, és igen, meg csapatban is lehet ez. Az Aranyszalag látványtánc versenyre színes programmal készültek a sportolók. Mi egy open, egy nyílt kategóriában vagyunk, ez magában foglal egy kis gimnasztikus látványtáncot is, de nagyon-nagyon sokan fantasy, ott használhatnak különböző kellékeket, minél színesebb. Az a lényege tulajdonképpen a látványtáncnak, hogy szórakoztató legyen a néző számára, egy kifejezze az érzelmeit a gyermekeknek a mozgásával és a testével és minden egyéb kellékkel, hogyha ott van. Hétvégén a két pécsi ritmikus gimnasztika egyesületen kívül Budapestről, Kaposvárról és Komlóról is érkeztek csapatok.